Megyünk is tovább azzal a témával, amit már érintettem is itt az előző órában, mégpedig azt, hogy húsvét után megünneplendő a megváltó feltámadását, együtt dicsőíthetjük a Jóistent az Eukariszt együttessel, amelynek vezetője Gável András, ha minden igaz, akkor már a vonalban van. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szép jó reggelt, András! Minden igaz, itt vagyok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Na, akkor a gondviselés is úgy akarta, hogy ma reggel beszélgessünk, mégpedig arról, hogy három hét múlva, hétfőn, a RAM Kolosszeumban, Budapest Élményszínházában lesz lehetőségünk együtt ünnepelni veletek, együtt dicsőíteni a Jóistent. Ugye tavaly is volt egy ilyen elég nagyszabású koncertetek, akkor egy jubileumot is ünnepeltetek. Ebben az évben mire számíthatunk ezen a dicsőítő hétfőn? Igen, hát a tavalyi év az, próbáltuk a testvéremmel Gellérttel megkezdett szolgálatunknak a 20. évfordulóját így megünnepelni, hogy 20 éve hívott el az Úr bennünket ebbe a szolgálatba, és hát növelt benne, hogy meglássuk az igazi értelmét, mi is az a dicsőítés. Az idei alkalomnak pont ez lesz a központi gondolata, üzenete, hogy ahogy Jézus mindenben, minden tettében az Atyát akarta megdicsőíteni, és azt akarta tenni, ami tetszik az Atyának, úgy nekünk is ez a feladatunk. Ennek az alkalomnak ezért azt a címet adtuk, hogy Jó Atyám nékem. Chris Tomlinnak a Good Good Father című dala, annak a fordítása. Lesz még egyéb olyan ének, ami külföldi dicsőítőjének, és a mi fordításunkban hallható majd ezen az estén, április 9-én. És ennek a célja pedig az, hogy hát kaptunk egy jó tanácsot, kérést inkább, hogy próbáljunk meg feldolgozni néhány olyan közismert dicsőítő éneket, amit hogyha megtanulnak, megismernek a magyar testvérek, akkor majd az Eukarisztikus Kongresszus idején 2020-ban, ha majd ezek angolul vagy más nyelven hangoznak el, akkor is sajátjuknak tudják érezni. Igazából van egy ilyen központi vágy ebben, hogy minél inkább közelítünk az Eukarisztikus Kongresszus felé, annál inkább készítsük a szívünket is, meg hát a dicsőítő tárunkat is föltöltsük, hogy ott majd közösen tudjunk együtt énekelni az Úrnak. Tehát az Eukariszt már készül az Eukarisztikus Kongresszusra. Hát mit tehetnénk? Hát így. No man. Ugye kiírottak pályázatok az elmúlt időszakban zenei szolgálatokhoz kapcsolódóan. Ha nem titok, akkor ebben is az Eukariszt indul? Mert ugye volt több dalpályázat is az elmúlt években, és mindegyiken született egy nagyon szép dal az Eukariszt együttestől is. Hát azt gondolom, hogy nagyon sokan feltételezem, hogy sokan indulnak, és sokan be is adták, és ez önmagában véve jó. Mert bízva abban, hogy itt tényleg értékek születnek, egy olyan gyűjtemény is összeállhat, ami már nagyon hiánypótló lenne. Akár a könyvzenei oldalon, ugye a kék könyv az már elég rég került összeállításra, hogy végre lenne egy olyan minőségi dalgyűjtemény, ami tényleg tudja szolgálni a közösségeinket. Igen, készülünk, tehát a kérdésedre válaszolva, igen, készülünk. Ma van a beadási határidő éjfélig, és nekem ezt még meg kell csinálnom. Ajajaj. Igen, össze vannak téve a fájlok szépen egymás mellé. Igen, írtunk a himnuszra, biztos vagyok benne, hogy a himnusz pályázatra írt énekünk nem fog nyerni, mert ez alapvetően egy könnyűzenei ízű, fiatalok nyelvén íródott, de egy nagyon szép ének.
Viszont hát pont ebből az indítatásból kértem Gellértet, hogy mindenképpen komponáljon egy himnusznak valót, mert azt gondolom, hogy ezen a gitáros, fiatalos, dicsőítős nyelven is meg kell tudnunk fogalmazni, mit jelent számunkra Jézus, aki jelen van az oltári szentségben. És hát nem csak pályázatokra írtok dalokat, de az elmúlt 2 évtizedben egészen biztos más impulzusok is hatottak rátok nyilván az elhíváson túlmenően. Azért hatalmas energiák mozdulnak meg egy-egy ilyen koncerten, mint ez a dicsőítő hétfő is lesz. Volt esetleg olyan, hogy egy ilyen közösségi alkalomnak az ihletésére született dal ennek a tapasztalatából, vagy élményéből, amit ott megértetek? Igen, többfajta ilyen eset is volt. Talán most az egyik olyat említeném meg, amikor ez az a nap rendezvény volt az arénában, és hát ott nagyon sok irányból érkezett keresztény testvér van, sok keresztény közösség ünnepeli együtt Jézust, és Gellértben született meg ez a gondolat, hogy hát jó, itt énekelünk, jó, itt szolgálunk, de nekünk miért kell vért verejtékezni, már idézőjelben, ahhoz, hogy az Úr jelenlétét megtapasztaljuk. És másnap, ugye szombaton volt, másnap elment a vasárnapi szentmisére, és rátekintett az adott templomban a tabernákulumra, amelynek az ajtajára az volt fölírva, hogy én veled vagyok minden nap a világ végezetéig. És akkor döbbent rá arra, hogy mekkora kincs az, hogy Jézus meghagyta önmagát nekünk, 20-21. századi embereknek is, hogy ő velünk van, itt van, ahogy ő ígérte az utolsó vacsorán, hogy én jelen vagyok ebben a kenyérben, és jelen vagyok ebben a borban. És hát ez egy csodálatos felismerés, ajándék volt az Úrtól számunkra, és ezek után született meg a Soha nem hagylak el című énekünk, ami az Úr irányából fogalmaz először, hogy én soha nem hagylak el, minden nap látom a te arcodat, minden nap hallom a te hangodat, én ott vagyok veled mindig. Majd pedig a dal végén a válasz, hogy Jézus, hú, én is látom már a te arcod, hittel nézek az oltári szentségre, vagy észreveszem a testvéri kapcsolatokban a te jelenlétedet, hallom a te hangodat, akár a vezetőimen, apán, anyán, tanítókon, papokon keresztül is, meg a szívemben, a lelkiismeret szaván keresztül is hallom a te vezetésedet, és tudom, hogy te soha nem fogsz elhagyni, soha nem fogsz elhagyni. Úgyhogy hát igen, született ilyen. Ezt a dalt, ezeket a dalokat is énekelhetjük veletek, tehát április 9-én hétfőn 19 órakor. Ingyenes a belépés, mint minden eukariszt koncertre, viszont ezúttal is regisztrálni kell. Ezt hol lehet megtenni, és hogyan, és kik számára? Rámhagytad. Ez az eukariszt.hu/regisztráció, így fonetikusan pedig eucharist.hu/regisztráció oldalon lehet. Ott a fontos információk is fenn vannak ismétlésképpen, és hát jelezhetjük, hogy érkezünk, valamint annak a lehetőségét is bejelölhetjük, hogy még most a koncert előtt már akik jelentkeztek, ők már kaptak is a majd elhangzó dalokból egy előzetest, hogy együtt meg tudjuk tanulni, hogy amikor már ott vagyunk együtt, akkor mind együtt tudjunk énekelni. Így aki jelentkezik és beixeli ezt a lehetőséget, hogy kér előzetesen a dalokból, az megkapja, és egy picit rágyúrhat erre az alkalomra. És akkor még inkább együtt dicsőíthetjük a Jóistent, tehát április 9-én, hétfőn 19 órától a RAM Kolosseumban. Hát András, akkor kívánunk nektek sok kegyelmet ahhoz, hogy ma éjfélig be tudjátok fejezni azokat a bizonyos fájlokat, hanghullámokat egymás mellé lehessen tenni, de hát tudod, hogyha nem lenne határidő, akkor semmi nem készülne el. Hát a múzsa. Igen, úgyhogy ez sok kegyelmet.
kegyelmet kívánunk nektek, és hogy elkészült a dal, és már hallgatható formában lesz, és már jogilag is hallgatható lesz, nem tudom, hogy van ez a pályázatban, akkor nagyon szívesen játszanánk itt a Mária Rádióban is belőle legalább egy részletet. Köszönöm szépen Gável Andrásnak, hogy beszélgethettünk, tehát az április 9-i koncertről, most pedig mi mással is mehetnénk tovább, mint azzal, hogy minden nap nálad az Eucharist együttestől.